esti előadásunkon. Hát a Magyarok Szövetsége Pomázi Közössége szervezésében van ez a rendezvény, aminek azt a címet adtuk, hogy szórakozó előadássorozat. A mai este vendégünk Szőlősi Ildikó, francia történelmi szakos. És akkor szeretném még köszönteni a körünkben Reketyés Mária professzor, a Pálosen kutatót. És Hummel Gizella, ötös művészt. Köszönjük szépen! És most még el szeretném mondani, hogy a következő előadássorozatunkon, hogy mi lesz. November 11-én Vukics Ferenc fog tartani előadást, a Nemzetvédelmi Egyetem oktatója. November 25-én Máté Lajos keretkutatónak lesz egy előadása. És december 9-én Szabó Attila beszélgetés Magyarország tulajdonosáról, illetve annak képviselőjéről. Ez egy nagyon érdekes előadás lesz, és majd arra is szeretettel várunk mindenkit. És most felkérem Ildikót, hogy legyen szíves. Köszönöm szépen. Tartsa meg az előadást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. És nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhatom azokat a dolgokat, amiket hát nagyon kevés helyen lehet olvasni, vagy hallani, vagy sehol, mert ez egy olyan történet, hogy én egy családkutatás alkalmával döbbentem rá, hogy itt nekem tudománytörténettel kell foglalkoznom, pedig nagyon szívesen foglalkoznék költészettel, meg szép irodalommal, de nem tudom. Tehát itt olyan dolgokat találtam, amiket feltétlenül nyilvánosságra szeretnék hozni. És az a reményem, hogy a tudománytörténészek egy része, akik magyar érzelműek, akik nem dőlnek be annak a propagandának, ami felé az egész tudománytörténetet és a kultúrtörténetet kényszeríteni akarják, hanem igenis az igazságot akarják feltárni. Én remélem, hogy meghallják ezeket az előadásokat, azokat a tényeket, amiket én találtam, és ők, mint szakemberek, ők még inkább a helyére fogják tudni tenni. Nekem tudományos alapjaim nincsenek. Amit az gimnáziumban tanultunk, utána olvastam sok mindennek, de bizony én nem érek fel ezekből az ismeretekből a szakemberekhez. Viszont a szakemberek nem tudnak foglalkozni azokkal a humán történeti tényekkel, történelmi tényekkel, az irodalomhoz tartozó tényekkel, amiket viszont nekünk kell összerakni, és nekünk kell az ő rendelkezésükre bocsátani, és ez ebből a kettőből jön össze majd az igazság, tehát a valóság. És én remélem, hogy ez a mai estén is egy kicsit előbbre fog haladni. Tehát úgy tudom, hogy az atomtudósokról kell beszélnem, és itt nagyon fontos megjegyeznem a következőt. Ha azt említik meg, hogy magyar atomtudós, vagy a magyar atomtudósok, mindenkinek ki, meg kik ötlenek gyorsan az emlékezetében. Hát ugye Szilárd Leó, Wigner Jenő, Neumann János, Teller Edel, hát a nagyok, ugye, akikről Amerikában még könyvet is kiadtak, hogy a Mars lakók, ugye? Mert olyan csodát csináltak szerintük, nagyot csináltak, csak a hátteret majd most látjuk.
amihez foghatót ember még létre nem hozott. És hát az a mondás járta annak idején, ott a tudományos körökben, ahol a Princetoni Egyetem folyosóján azt mondogatták, hogy hát tudjuk, van az ember, az értelmes ember, és vannak a magyarok, mert az valamivel magasabb szint. Hát ez valószínűleg így van, csak nem abban az értelemben. Mert én amikor az atomtudósokról előbb hallottam, tehát sokkal régebben, akkor bizony összetettem, hogy mit is tettek ők az emberiségére. Csináltak 2 atombombát. Ugye az egyik az plutóniumbomba volt, a másik az uránbomba. Aztán ledobták ezeket a zseniális szerkezeteket Japánra, akkor, amikor már véget ért a második világháború. Mert hogy Japánt ugye térdre kellett kényszeríteni, hát nem volt más lehetőség. Ez sem igaz lett volna. Japán Szigetország körbezárják, kiéheztetik, vér nélkül véget ért volna a háború. De nem, nekik üzenni kellett a világnak, hogy mi vagyunk az urak. És ledobták azokat a bombákat. Máig nem tudjuk, hogy hányan haltak meg ennek következtében. Tehát amikor egy tudósnak a tudása arra szolgál, hogy százezreket megöljön, azt én nem tudom igazán tudósnak elfogadni. Az valószínűleg a tudomány egy részéhez nagyon ért, meg nagyon okos ebből a szempontból, de a magyar szó értelmében az nem tudós. A tudós az, aki az emberi értékeket birtokolja. A tudás más oldaláról, más részeivel kapcsolatban. Tehát nekem ezekkel az ismert nevekkel az a problémám, hogy azt mondják, hogy magyar tudósok, magyarországiak, vagy Magyarországról elszármazottak, de nem magyarok. És mit ad Isten, amikor én kezdtem ennek utána járni, tényleg arról van szó, hogy ők egy olyan népcsoportnak a tagjai, akik a 19. században költöztek be Magyarországra, nagyszerűen alkalmazkodtak az itteni lehetőségekhez, és egy-két generáció alatt itt a társadalmi szintek a legfelső részére sikerült jutniuk. Hát majd itt egy pár ilyen családtörténetet megpróbálok ismertetni, hogy ment ez, hogy történt ez. Ezek tények, és itt senki ellen nem beszélünk, csak a mi fajtánkért beszélünk. Amit tudni kell ezekről a karrierekről, azt azért mondjuk el, hogy lássuk, hogy miért nem juthatott oda egy magyar tudós. Tehát senkit nem bántunk, csak éppen a tényeket szögezzük le, és a folyamatot. Mert ugye Raffay Ernőre nagyon sokat hivatkozom, mert ő valóban egy olyan történész, aki szigorúan ragaszkodik a forrásokhoz. És a forrásokból szűri le az elméletét. És ő mondta nagyon sokszor, hogy,
hogy a történelmet nem szabad úgy tekinteni, mint egy mozdulatlan képekből álló sorozatot. Az egy folyamat. Tehát, hogyha 200 éve valahol, mondta ő valamikor, elcsattant egy pofon, annak a következményét most érjük meg. Tehát így próbáljuk végig követni ezt a folyamatot, hogy juthatott egy magyarul nem tudó népcsoportnak egy pár jeles tagja a legmagasabbakra, és hogy lehet az, hogy Magyarországon magyar tudós az nem jutott odáig. Sőt, hát amint majd látni fogjuk, a sokkal több tudással, még ráadásul névtelenül el is tűnt. Most mindig Bolyai életútjára kell visszatérnem. Ugye, mert hát már ez akkor is így történt, és akkor is elkezdődött. Bolyai János volt az, aki ennek a mai műszaki és technikai világnak, a bravúroknak az alapjait letette. Hát ő azt mondta 1823-ban édesapjához írt levelében, hogy a semmiből egy más új virágot teremtettem. Tehát ez az ő appendixe, amivel megoldotta egy 2000 éves matematikai probléma, tehát megoldotta ezt a problémát, hogy a párhuzamosok, ezt gyakran így szokták emlegetni, a párhuzamosok elméletét, ő egy kardvágással megoldotta. Amikor elküldi az édesapja a legnagyobb matematikushoz ezt az appendixet, Jánosnak a művét, akkor Gauss, így hívták a legnagyobb matematikust, Gauss titokban ír egy levelet a barátjának, ezt nem szokták emlegetni Marburgba, ugye Gauss Göttingába jött. Ezt nem szokták emlegetni, és azt írja ennek a barátjának, hogy most kaptam egy volt diáktársam fiától egy igen figyelemre méltó kis munkát, 30 oldalas kis munkáról van szó, ez egy külön lenyomata Bolyai Farkas tentamennyének a végén, és ki kell jelentenem, hogy ez egy első osztályú zseni. Tehát ezt mondja Gauss. És mit ír az édesapának? Mert ugye nagyon várták a véleményét, hát a legnagyobb matematikus mit fog szólni ehhez, amihez. Azt írja az édesapának, hogy nem dicsérhetem fiad művét, mert ha dicsérném, önmagamat dicsérném. Ugyanis én ezekről a dolgokról már vagy 20 éve fölállítottam a magam elméletét, csak éppen nem írta le. És amikor 55-ben meghal Gauss, akkor azokat a jegyzeteket, amiket ő állítólag önmagának feljegyzett, nem találják sehol. Viszont megtalálják Bolyai Jánosnak az appendixét, eldugva a fiókba. És mit tesz még, ami mindennek a teteje? Amikor 10 év múlva Lobachevsky Oroszországból, ugye Lobachevsky is ebben a nem euklidészi geometria témájában dolgozott, tehát ő idősebb is volt egy 10 évvel Bolyai Jánosnál, Kazanyba dolgozott, és hát akkor is már Európában ugye a matematikusok kapcsolatban voltak egymással, mert a csillagászat, meg a tengeri hajózás az úgy összehozta őket, és mindenki tudott arról, hogyha született valami új. Tehát Lobachevsky művét 10 év múlva elküldik Gaussnak, és Gauss
azt a művet, ami sokkal kevesebbet tartalmaz, és nem annyira értékes. Azt a művet világhírre emeli, sőt felvéteti Lobachevskijt a Német Tudományos Akadémia tagjai közé. Tehát mi történt itt? Hát ellopták Bolyai Jánosnak a lehetőségét, a világhírét, amiért megdolgozott, amire senki más nem tudott rájönni, megoldotta. És a nagy német Gauss az elcsalja. Szóval ezt csak azért mondtam el, hogy már akkor is voltak ilyen dolgok, előfordultak a tudománytörténetbe, de nem volt általános. Azért régebben igencsak szem előtt voltak a tudósok, és mindenki tudta, hogy ki miben dolgozik, tehát nem lehetett azt csinálni, amit Einstein csinált, hogy a szabadalmi hivatalba dolgozik, meg aztán nem is olyan nagyszerű eredményeket mutat fel a zürichi főiskolán, de egyszerre csak 1905-ben megjelenik 3 korszak alkotó tanulmánya. Semmi előzmény. Ezt nem lehetett régen megcsinálni. Tudták, hogy körülbelül mennyi munka van abban, hogyha valaki egy nagy-nagy eredményt kihoz, és azért megbecsülték egymást. És ehhez kapcsolódik hát a Bolyai életmű további sorsa is, amit ugyancsak mellőznek a tudománytörténészek, pedig az is nagyon tanulságos. Bolyai János egyetlen egy művet adott ki, ez az Appendix. De egész életében 1860-ig, 58 éves koráig dolgozott. Még betegen is. Még ágyban is dolgozott. És szegényen. Szóval elképesztő körülmények között, de lelkesen. És amikor meghal 1860-ban, ott marad a 18 ezer oldalas kézirat hagyaték. Ugye ő katona volt, tehát mint katona ment nyugdíjba, és a katonaság lefoglalja ezt a 18 ezer oldalt. Onnan tudjuk, hogy 18 ezer oldal volt, mert ők aztán leltárt csináltak erről. És elvitték, egy darabig hányódik ez a két láda, amiben a kéziratos hagyaték van, egy darabig hányódik, aztán rábízzák a kollégiumra, de tulajdonképpen senki nem törődik vele. És ázik a kollégium valamelyik is helységében, nem volt jó a tető, és aztán kijelölnek a kollégiumba egy tanárt, hogy foglalkozzon vele. Hát az is egy külön téma lenne, hogy kit jelölnek ki, és mi is lesz ebből a hagyatékból. Tény az, hogy elhallgatták a világ elől ezt a zseniális művet, és Bolyai János nevét, de van itt megint csak egy isteni beavatkozás. Mert Bolyai Jánosról azért a katonaságnál nagyon sokat tudtak. Sőt, hát János főherceg is tudott róla, aki Habsburg leszármazott, de ő a Jobbikból való, tehát a Jobbik részből. Műszakilag nagyon képzett ember volt, és hát figyelemmel kísérte egy darabig Bolyai János életét is. No, tehát tudtak erről, és ahol Bolyai János szolgálatot teljesített első sorban, Temesváron, ott egy építész figyelemmel kísérte, hogy mi lesz ebből a zseniális emberből. Mert már akkor látták, hogy ez nem hétköznapi ember. És ő az, Schmidt Ferencnek hívják, akinek a fia építész lett. Ő az, aki
kiadatja Dresdában a bójaiak művét részletekben, tehát csak részleteket közül, és hát a bójaiaknak az életrajzát. És ez a kiadvány az, ami fölhívja a bójaiakra a nyugati tudósok figyelmét, a francia tudósok, az olasz matematikusok figyelmét, és elkezdik keresni, hogy ki is ez az ember, semmit nem hallottunk eddig róla. És így jutnak el aztán Marosvásárhelyre, mert ugye, ha önök emlékeznek arra, 1860. Hát itt politikailag nagyon nagy változások vannak. Ugye be akarják olvasztani a Habsburgok Magyarországot, akkor folyik az ellenállás, ugye a 48-as, 49-es szabadságharc hát előzőtjei részéről hazaszivárognak, itt merényleteket követnek el. Szóval nagyon, nagyon zavaros politikailag ez az idő, és nagyon nehezen találnak a nyugati tudósok valami szálat, hogy kihez fordulhatnának, honnan tudhatnák meg, hogy honnan származik a bójai. Tehát azt se tudták. Úgyhogy aztán így jutnak el nagyon-nagyon hosszú úton két képviselőhöz, meg 1861-ben ugye tartanak egy országgyűlést, és akkor ez valahogy tehát utat találnak hozzájuk, és két képviselő által megszerzik az adatokat, hogy hová forduljanak, és elkezdik bombázni. Hát ez a folyamat, ez körülbelül 4 évig tart, amíg ők megtudják, hogy Marosvásárhelyre kell menni a levelekkel. És elkezdik bombázni a Marosvásárhelyi kollégiumot, hogy hát itt egy kincs van, tudtok róla, és adjátok ki, tehát dolgozzátok fel, mert mi olvastuk azt az appendixet, és aki ezt írta, annak a hagyatékában még kincseknek kell rejtőzni. Ezt írják az olasz matematikusok. Nem fogadják meg a tanácsot, hanem egy kis Elemér nevű, hát marosvásárhelyi egyetemi professzor az, aki az 1990-es évektől kezdve folyamatosan, háromszor átolvasva 18.000 oldalt megírja ezt a könyvet, amiből kiderül, hogy milyen kincsek voltak abban. Nem a magyar matematikusok fedezték fel. Tehát ez történt a 19. században, és hogy ez milyen döbbenetes következményekkel járt, egy pillanat, mert tehát Eötvös Józsefnek a levelét szeretném felolvasni, mert amikor aztán Marosvásárhely nem válaszol, akkor keresik fel 69-ben, 67-ben van a kiegyezés. Tehát 69-ben már van kultuszminiszter, tehát már van hová fordulni. És ezek a francia és olasz matematikusok felkeresik levélben, és a következőt írják. Tehát itt most egy kicsit magunkra is gondoljunk, hogy történhetett ez meg. Tehát Eötvös József 1869. július 9-én írja Königsbergben tanuló fiához, tehát Eötvös Lóránthoz, mert akkor ő külföldön tanul. A napokban levelet kaptam a Római Akadémia matematikus elnökétől, úgy hívják, hogy Boncompagni, melynek örültem és elszomorodtam egyszerre, s melynek tartalmáról most sem tudom, büszkék legyünk-e reá, vagy piruljunk.
Az elnök tudósít, hogy ugyanezen postával Bolyai Jánosnak és Farkasnak Rómában kijött olasz biográfiáját küldi, hozzá egy Párizsban és egy Bordóban kijött biografikus ismertetést is. Boncompagni csak azért fordult hozzám, mert biztos tudomást szerezvén, hogy a két bolyai hagyatéka Marosvásárhelyen van, 3 év óta legalább ő és a bordói és francia-párizsi akadémiák részéről 10-szer írtak a Marosvásárhelyi kollégiumnak, de még választ se kaptak. És most meglévén győződve, hogy így lángész irományai közt sok becses jegyzet lesz, azért fordulnak hozzám, hogy az irományokra kezemet tegyem, s érdemes részét vagy az akadémiánál adjam ki, mármint Magyarországon, vagy nekik engedjem át kiadás véget. És azon ember, mondja Bolyairól, soha nem volt akadémikus, Erdélyben félbolondnak tartották, és ami Gauss vele éveken át levelezett, hát nem vele levelezett, hanem az apjával, az édesapjával, itt tévedett ötvös, Ausztriában, mint hadnagyot, tehát mint katonát nyugdíjaztatták, és ha örülünk, hogy nagy matematikust adtunk a világnak, lehet-e nagyobb bizonysága barbarizmusunknak? Ég áldjon meg. Tehát ezzel szerettem volna bevezetni, hogy mi történhet a tudományban, a tudománytörténetben. És hogyha most egy kicsit végig nézzük gondolatban, hogy a 19. században tényleg hogy történhetett az meg, hogy a Bolyai életmű akár el is veszhetett volna. Tehát széthordják. Egyébként szét is hordták egy részét. 3000 oldal hiányzik. Hogy hová került? Hát arra lehetnek ötleteink, mert a, még a budapesti Bolyai hagyatékban is, ugye a legnagyobb rész Marosvásárhelyen van, de van itt a Budapesti Tudományos Akadémiának is egy bolyai kézirat részlege. Tehát utána kellene menni. Tehát lehetne, meg lehetne tudni, kik lesznek a matematikusok Bolyai után. 3000 oldal eltűnik. De az, aki kezeli, egy Szabó Sámuelnek hívják, akit kijelölnek, az, aki kezeli a hagyatékot körülbelül 10 évig, semmit nem érte a matematikához, de őt jelölik ki, az még Párizsban is jár. Na most, hogyha az ember végignézi a matematika történetet, hát bizony ott történnek érdekes dolgok Párizsban, abban az időben. Akkor folyik a porosz-francia háború, és érdekes módon a párizsi matematikusok meg a német matematikusok így utazgatnak a háború kellős közepén egymáshoz. Hát abban az időben, vagy azután, amikor Szabó Sámuel már jár Párizsban. Ugyanis van egy francia matematikus, aki viszont teljes mellszélességgel jár Bolyai mellett, aki ki is adatja a művet 1868-ban már. Tehát 60-ban meghalt Bolyai János, 68-ban kiadja, ő ennek hívják, ő a bordói professzor, akiről itt szó volt. Tehát lenne itt ötlet, hogy hol keressük. De hát ezután következik az, hogy a magyar egyetemeket, és főleg a reáliskolákat és a
műegyetemet, a műegyetem ugye 72-től létezik, előtte ipartanodának hívták, tehát nem magyar hallgatók lepik el. Mert ebben az időben történik meg az a változás, hogy ugye a kiegyezés után itt másfajta hát országgyűlési tevékenység is folyik. Például 68-ban polgárjogot kapnak a zsidók. Tehát elkezdődik Galíciából, meg Erdély felül, ugye Oroszországból a nagy zsidó bevándorlás, és én amikor az 1880-as, 90-es éveknek a műegyetemi levéltári anyagába belenéztem, akkor érdekes módon majdnem minden harmadik izraelita, vagy Mózes vallású. Tehát itt az folyik, hogy a magyar kiszorul a műszaki oktatásból, és lassanként, és az akkor beköltözők, azok pedig ugye kihasználják az alkalmat, hát persze, hogy kihasználja, miért ne, ha engedi, és ők teszik ki a műegyetemi hallgatóság jó nagy részét. Tehát így következhet be az, hogy amikor aztán a 19. század végén ugye itt a technikai fejlődés, meg a tudományok fejlődése révén egy nagy-nagy változások, meg találmányok, meg felfedezések születnek, és aztán jönnek a Neumann Jánosok, a Telleredék és a Wigner Jenőik. Tehát nagyon is érthető az, hogy mi zajlik. Közben pedig ugye tudjuk, hogy gazdasági szempontból a nemzet törzsét kitevő parasztság, ugye mert akkor már a jobbágyukat felszabadították, ugye 48-ban, de az is egy átgondolatlan dolog volt, mert ugye tönkretették a magyar földbirtokosokat. Tehát úgy szabadították fel, hogy nem volt meg a biztonsága annak, hogy a jobbágyi munkát, ugye azt a heti egy robotot, azt hát olyan munkaerővel tudják pótolni a magyar földbirtokosok, a kis birtokosok, nem a nagy birtokos. Annak nem volt olyan nagy érvágás ez. Tehát nem volt meg az anyagi fedezet ahhoz, hogy ezt így hajtsák végre. Tehát erről szó is volt már 1848-ban. Tehát vissza akarták fogni ezt a gyors-gyors változást, de ugye akkor a Habsburgok árulása miatt fegyveres konfliktusba kerültünk, ugye akkor ezt nem lehetett megoldani. Hát a Habsburgokat pedig aztán már igazán nem érdekelte, hogy megy tönkre a magyar gazdaság, meg a magyar parasztember. És akkor kezdődnek, ebből a helyzetből fakad, akkor kezdődnek a nagy kivándorlások, ugye a 19. század végén, meg a 20. század elején, ugye 3 millió magyar paraszt hagyja el Magyarországot. Tehát az is egy hatalmas érvágás volt, nem csak a világháborúk. Tehát nem véletlen, hogy itt tartunk. Tehát ez a helyzet a 19. század végén, és most akkor konkrétumokra szeretnék rátérni. Tehát egyrészt itt beszélni fogunk majd az ismert atomtudósokról, és két olyan atomtudóst, mert én oda sorolom őket, hiszen relativitás elmélettel, atom részecske kutatással foglalkoztak, akikről nem igen hallott senki. Illetve most kezdenek talán egy kicsit utána nézni,
Az egyik az erdélyi származású, őt Gál Sándornak hívják, nem tudom, hogy hallottak-e róla. Nem, hát ő a ciklotron feltalálója. A ciklotron, amelyik az atom kutatásoknak egyik nagyon fontos eszköze. Egyébként orvosi ciklotronok is léteznek, a rák elleni gyógyításnak az egyik eszköze, tehát ennek is. Tehát egyrészt Gál Sándor, aki bizonyítottan a ciklotron elvet előbb találta fel, mint az amerikai kutató, amelyiknek a neve alatt szerepel a lexikonokban. A másik pedig Kudar János. Kudar János nevét sem hiszem, hogy sokan hallották, mert Kudar Jánost alávaló módon teszik tönkre. Tehát ezt remélem, hogy tények alapján be tudom bizonyítani. Na most, amikor én elkezdtem ugye az atomtudósokkal foglalkozni, ugye családtörténetből indultam ki, és akkor egyszerre csak ide kerültem az atom kérdéshez, az atomkutatásokhoz, és én kis tudatlan, hát olyan nagy lelkesedéssel, meg tisztelettel kezdtem hozzá, hogy megismerjem Neumann Jánost, Telleredét, Wigner Jenőt, és aztán sok mindenre jutottam, de az a tisztelet egyre kevesebb lett. Valami maradt belőle, de nem sok. Most az egyik ilyen tudós Szilárd Leó. Szilárd Leó nagyon-nagyon kérdéses személyiség, mert őróla annak idején a saját kollégái, tehát a kutatók kollégái azt mondták, hogy hát Szilárd Leó az tulajdonképpen nem is kutató. Tehát Szilárd Leó az inkább feltaláló. No, szóval ilyen kutatásokat nem igen végzett, hát laboratóriumban majdnem soha, nagyon ritkán, mert nem kapott kutatási engedélyt. Hát vajon miért? És aztán olyat is mondtak szegényről, hogy hát olyan veszekedős. Tehát, hogy ebből mi az igaz, azt nem lehet tudni. Tehát Szilárd Leó 1898-ban született itt Budapesten, és 1965-ben halt meg, tehát 67 évesen. Na most, hogyha a többieket végignézzük, akkor majd látni fogjuk, hogy hát ez a 67 éves olyan, igen, hát olyan elfogadható, hogy hát általában 70 évet él az ember, de a többi kutatónál, akik atomkérdéssel foglalkoztak, meg atombombával foglalkoztak, mind ilyen 88 meg 90 évet látunk. Na, egészen furcsa. Egészen furcsa. A másik, aki hát rövid életet élt, az Neumann János. Tehát Neumann János, mint matematikus, úgy tudom, hogy 55 évet élt. Majd a dátumokat azt majd lesni fogom, mert nem szeretnék sokat tévedni. Tehát Szilárd Leó családjáról egy pár szót. Megjelent Czerzel Endrének egy könyve ezeknek a nagy atomtudósoknak a genetikájáról, végigköveti a család genetikáját meg sorsát, és hát Szilárd Leó bizony Galíciából, apai részről Galíciából származik. Galíciából vándorolt az ükapa Árva megyébe, és akkor egyre inkább csorognak le, mind a Vágvölgyébe, 8-10 gyerekes zsidó családról van szó, és aztán Körmöcbányán kikötnek, ott bizonyítottan 10 gyereke van a dédapának, és hát nem tudnak még magyarul se. Tehát Körmöcbányán kezdik iskoláztatni a gyerekeket, csak a fiúkat iskoláztatják.
ebben az időben a zsidó családok. A lányokat nem. Sőt, néha még a nevüket sem jegyzik föl a családi krónikával. Szóval, és aztán olyan milyen foglalkozást tűz. Hát, pásztorok. Aztán bérelnek, birtokot bérelnek a Vágvölgyébe, a Véglesi kastélynál. De, ugye, mert akkor a magyar földbirtokos már nagyon nehéz anyagi helyzetben volt, tehát nagyon sokan átengedték ilyen zsidó bérlőknek a területet, hát aztán ők aztán megtették, amit meg lehet. Most a Szilárd Leónak az ő apja az burgonyával ülteti be a birtokot, mint vállalkozó, és szeszt főz belőle. Uh-huh. Tehát ez a gazdálkodása. Tehát így gazdálkodik. És aztán tovább mennek, akkor állítólag fölrobban a szeszfőző, akkor tovább vonulnak Körmöcbányára, és aztán kerülnek ők Budapestre, és itt már a Lajos, tehát Spitz Lajos a papa, tehát a Szilárdból, tehát a Spitzből lett a Szilárd, ő már a Lüli Egyetemre jár. Tehát ez ugye érdekes, egy-két generáció alatt már egyetemre tudja járatni a papa az egyik gyereket. Azt tudjuk, hogy a két lányt, azt meg valóban Németországba, Berlinbe adja férjhez, majd ott fog Szilárd Leó megszállni, amikor Berlinbe tanul, és aztán vállalkozó lesz. Na most ebben az időben a vasúti vállalkozó, meg a hídépítés. Ugye a vasút vonalaknak a vezetésénél nagyon fontos volt, hogy áthidaljanak bizonyos részeket, és hát ez a kettő, ez ugye együtt szerepel sokszor. Na most a vasúti vállalkozás az is egy panamám. Szóval tudjuk, hogy Erdélyben, tehát kiírják a tendert, a pályázatot, mert ezt kiszokták akkor is írni. És akkor aki a legjobb ajánlatot adja, az kapja meg. És Erdélyben hát bizonyos befolyásos köröknek a hatására egy angol vállalat, vasútépítő vállalat kapja meg a lehetőséget az építkezéshez, és az égvilágon semmiféle előtanulmányt nem végeznek. Na most ez a angol vasútépítő vállalat, ez Indiába épített vasutat. Na most Indiába, ugye, hát egyrészt ugye, hát ott azért a minőségre nem valószínű, hogy olyan nagy gondot fordítanak, meg sík terepen. Na most anélkül, hogy megnézte volna, hogy hol kell a vonalat vezetni, elvállalta. És beadott egy ajánlatot, ennyiből ő. És mi lett a vége? Amikor már építik a vonalat olyan terepen, ahol omlik le, tehát löszfal van, és a helybeliek figyelmeztetik a vállalkozót, hogy itt nem lesz ez így jó, hát meg kell erősíteni, hát ne csináljátok, nem törődnek vele, mert abból a kis pénzből ki kell jönni. Hát persze, hogy teljes csőd. Tehát nagyon sok vasúti vállalkozó vagy gyorsan elhurcolkodott, és mentette, ami menthető, vagy teljes csődbe ment. Tehát a vasúti vállalkozás ilyen feltételek, vagy ilyen lehetőségek között ment. De a Spitz papa az bizony elég jól vállalkozik, mert itt Budapesten a 19. század végén, tehát amikor Szilárd Leó
ugye megszületik, akkor már egy háromszintes villát építenek a családnak, a nagy családnak, és ez a villa, ez most is látható, ez a Városligeti fasor 33-as száma. És itt nő fel Cilár Leó, és a család az egyrészt építész, másrészt pedig mint vállalkozó, mint bankár, nagyon jó anyagi viszonyok között élnek. És Szilárd Leónak természetesen semmi gondja nincs az egyetemre való beiratkozásnál, bár ő ugye 98-ban születik, és 16-ban, ugye akkor már folyik a háború, 1916-ban, 14-ben robbant ki, egy hadi érettségit tesz. Tehát akik akkor érettségiztek, azok nem olyan érettségit tettek, mint egyébként, tehát nem azt a szigorú, formálisan lefolytatott érettségit, hanem könnyített érettségit. Tehát ő könnyített érettségit tesz, és utána be kellene vonulnia. Hát nem vonul be, hanem beiratkozik az egyetemre. Most az egyetemistákat is azért hát bevonultatták, de ő mivel fog foglalkozni? Hát jelentkezik egy tüzértiszti főiskolára, és adminisztrátor lesz. Tehát így éli át a háború, és amikor aztán a háborúnak vége lesz, hát következik a tanácsköztársaság, ugye ő akkor már egyetemista, meg gazdag ifjú, de ő a tanácsköztársaság híve lesz, és az ifjúsági mozgalomban vesz részt. Úgyhogy aztán 19. augusztusában neki nem menekülni kell, hanem átiratkozik Berlinbe, a Berlini Egyetemre. Most a Berlini Egyetemen ugye akkor már Einstein is előad, és hát valamilyen formában segítséget kap. Valószínűleg nincsenek anyagi gondjai. Azt mondtam, hogy az egyik nagynénéknél lakik, tehát ilyen gondja nincsen, tehát bejárhat a Berlini Egyetemre. Na de hogyha végig számoljuk ezeket az éveket, hogy tulajdonképpen mennyit is tanult a műegyetemen, hát valahogy nem jön ki. Nem jön ki az, hogy ott 3-4 évet komolyan kellett neki teljesíteni, de amikor Berlinbe kerül, akkor már rögtön doktori disszertáció témát kér. Tehát 22-ben, és vannak ott magyar származású, tehát magyarországi származású professzorok, hát például Laue, egy német professzor, de neki rokoni kapcsolatai vannak a Polányi családdal. Tehát Polányi Mihály ugyancsak egy olyan kutató, tudós, aki Magyarországról indult, a testvérével szerez magának hírnevet a biológiában, aztán természettudomány másik többi ágában, de a Polányi családról még egyet tudnunk kell. Az, hogy Polányi Károly volt az egyik budapesti szabadkönyves páholynak a vezetője, illetve a főmestere. És hát ők azok, akik a Galilei kört is hát szponzorálják. De most hát természetes, hogy Szilárd Leó tőlük kér támogatást, a Polányi Mihály
Lauénál és Lauénál témát kér, és adnak is neki témát, egy relativitás elméleti témát kap, hogy azt kell kidolgoznia. És Szilárd Leó, hát nem megy semmire. Nem megy semmire, azzal több hónapig halogatja, hogy bemutassa a dolgozatát a professzor úrnak, és akkor hirtelen egyszer csak egy másik témába már is benyújtja a pályázatát. Ez egy termodinamikai téma, és nem is Lauéhoz merik benyújtani, hanem Einsteinhez megy. És neki magyarázza el, hogy ő milyen témát dolgozott ki. És erre Einstein, ez szerepel az irodalomban, és erre Einstein azt mondja, ezt a kérdést nem lehet megoldani. Na de hát itt van, megoldottam. Na szóval érdekes dolgok történnek azokban a tudományos körökben. Most még az anyai ágról egy mondatot. Az anyai ág az Kelet-Magyarországról származik. Lustignak hívják őket. Nagykállóból költöznek be még 1848-ban, tehát a szabadságharc alatt Debrecenbe, és aztán ők költöznek fel Budapestre, és hát ugye az osztrák elnyomás évei alatt folyik mindez, és az egyik fiúkat is, ők is egyetemre járatják, belőle orvos lesz. Tehát Szilárd Leónak a családja így néz ki. Beköltöztek Budapestre, már is a század végén háromszintes villa, Szilárd Leó már a Berlini Egyetemen tanul, és ott már le akar doktorálni, de valahogy nem megy. De most a berlini egyetemekről, illetve főiskolákról meg kell jegyeznem, hogy van egy műegyetem, a berlini egyetem hát Kebelében, és van egy különálló, ugyancsak műegyetem számba menő Vilmos Császár Intézet, amit kimondottan kutatási célra hoztak létre, még Vilmos Császár. És hát itt folynak azok a valódi komoly természettudományi kutatások, meg az atomkutatás is itt fog folyni, ahová Szilárd Leó átiratkozott, és itt tanít Einstein is. Sőt, Einstein vezeti ezt a Vilmos Császár Intézetet abban az időben. Tehát itt folytatja tanulmányait Leó, és ekkor már ugye a 20-as évek végén járunk, és itt Einsteinnel is összedolgozik. Máig se tudtam megállapítani, hogy tulajdonképpen milyen végzettsége van, mert az, hogy milyen végzettséget szerez, az valahogy mindig elsikkad. De Einsteinnel összedolgozik, és találmányokat adnak be, közös találmányokat. Például a találmányi hivatalban, ugye, hogy hát megvédjék a találmányokat. Például van egy hűtőgép, ami forgóalkatrész nélkül működne, ha működne. Tehát ez is az ő közös találmányuk, csak éppen még senki nem tudta megkonstruálni. Most ezt nem tudom, hogy ez hogy lehet, mi van ezzel. Tény az, hogy a szabadalmat megkapták rá, de még nem építette fel senki. És 29-ben történik valami fontos dolog, majd a többi kutatóval kapcsolatban fogok erre utalni. Tehát 29-ben hirtelen
Szilárd Leó szabadalmat ad be a ciklotron elvre. Na most a ciklotron ugye az tulajdonképpen egy körpályás részecske gyorsító, mert ugye az atomkutatás akkorra már odáig fejlődött, hogy nagyjából ismerik az atom szerkezetét, tehát hogy van egy atommag, körötte ugye elektronok keringenek, és az atommagba már a neutront még nem fedezték fel, de különböző kis részecskék vannak. Na most az a feltevés, de ezt még senki nem bizonyította annak idején, hogy az atommagban, tehát olyan energiák rejlenek, hogyha azt fel tudnánk hasítani, akkor hatalmas energia impulzust nyernénk. Tehát már a 1910-es évektől már Rutherford Angliában és több kutató felveti ezt a kérdést, hogy vajon sikerülhetne ez. Tehát olyan erős az atomot összefogó tehát erő, hogy azt föltörni, mondja Rutherford, az csak az álmok világába tartozik. Arra senki nem gondoljon. De mégis gondolnak. És aztán sikerülni is fog, tudjuk, 38 decemberében. Tehát a 32-ben majd föltalálják a neutront, és a neutron lesz az, amit ki tudnak szabadítani az atommagból, és azzal lehet majd bombázni a többi atommagot, és innen fog aztán majd az atomreaktor, meg az atombomba működni. Tehát ő ezt a ciklotront, ami ennek a folyamatnak egy nagyon fontos eszköze, mert föl kell nagyon gyorsítani a kis részecskéket, hogy azok elegendő energiával rendelkezzenek ahhoz, hogy fölbontsa, tehát fölrobbantsa az atommagot összefogó hát erőket. Tehát ezt a ciklotron elvet adja be szabadalmaztatásra Szilárd Leó. És érdekes módon akkor érkezik meg a Zeitschrift für Physik folyóirathoz 29 májusával Gál Sándornak is a ciklotron leírása. Tehát Gál Sándor, aki egy erdélyi Gogánváralján született, de a Budapesti Egyetemen szerzett diplomát, gépészmérnöki diplomát, de valóban egy zseniális fej, mert aztán az egész élete azt bizonyítja, hogy olyan találmányai vannak, és olyan szerkezeteket készít, hogy az ember szája eláll. De ő is hát pénzhiányban szenved, és nem tudja a találmányait hát megvalósítani, és sehol nem foglalkoznak vele. Ma is Gál Sándornak a kézirat hagyatéka nagy része feldolgozatlan. Tehát Sepsiszentgyörgyön őrzik, és ugye hát a román államnak lenne a feladata, de azt hozzá kell tenni, hogy az egyik román professzor, most a neve hirtelen nem jut eszembe, akinek a kezébe került ez a ciklotron tanulmány és leírás, de ez felfedezte azt, hogy hát ez a Gál Sándor érdeme. Tehát nem igaz az, hogy Lawrence találta fel a ciklotront valahol Amerikában. És hát ő az 50-es években fel is veti, hogy hát ezt be lehetne bizonyítani. Na, nem sikerült. Hát azóta is az a helyzet, hogy a világ nem tud Gál Sándorról. Tehát
Szilárd Leónak az életrajzát, csak nagyon, nagyon gyorsan befejezve, a 29 után, 30-ban neki vannak magyarországi kapcsolatai, tehát haza is jár egyébként, az összes atomtudós hazajár folyamatosan egészen 1940-ig, tehát a háború már folyik, amikor ezek az utazások véget érnek. Tehát ő már 1930-ban Berlinből megírja egy magyarországi nőismerősének, hogy költöz Amerikába, és a pénzedet meg Svájcba mesd. Mit tudott? Nem lehet tudni. Ő is, tehát Szilárd Leó is a pénzét 1930-ban, nem 33-ban ugye Hitler, 30-ban már Svájcba menekíti át. És ekkor arról is tudunk, hogy vajon miért költözik ő Amerikába. Ott egy kórházba vállal állást. Hát azért, mert ebben az időben elkezdődik Amerika és Anglia között egy közös kutatási program. Tehát amerikai pénzek áramolnak Angliával, az angliai laboratóriumban. Tehát Manchesterbe, a többi hírneves laboratóriumban. És Szilárd Leóék erről tudomást szereznek, és ő ezért, valószínűleg ezért költözik át Angliába, és ott nem tudjuk, hogy ki, de hát várják. Szóval semmi anyagi gondja nincsen, ez valami olyan hálózatra utal, ami láthatatlan, nem mondtam egy nagyon fontos dolgot el. Már itt Budapesten a Szilárd családról, Leó családjáról megjegyzik, hogy igen, sűrűn látogatják a szabadkőműves páholyokat. Na most, hogy itt mi lehet a háttérben, azt nem tudom, de tény az, hogy Szilárd Leó soha nem éhezik, soha nincs fedél nélkül, hanem mindig van valaki, aki állást szerez neki, aki a tudományos életbe eligazítja. Hát szóval 30-ban ő aztán átköltözik, és a Szent Bertalan Kórházba vállal munkát, és 34-ben már egy másik szabadalmat ad be, és az irodalomban úgy azt tudjuk róla, hogy ez a szabadalom, ez a láncreakcióra szóló szabadalom. Na de maga az ötlet, az nem tőle származik, ez is kitudódott. Egy Putnoki László nevű kutatótól származik, aki Manchesterbe dolgozott egy darabig a kutatólaboratóriumban, mert Magyarországon ösztöndíjakat adnak az angliai kutatólaboratóriumokba, és aztán hazatér. És aztán a Tungsgram keretében fog dolgozni. Na most ezt a láncreakciót elvet is szabadalmaztatni akarja Szilárd Leó, de a szabadalmaztató bizottságnak van egy gondja, nem működik. Tehát, ugyanis Szilárd Leó, ugye, aki soha nem kísérletezett igazán, ő az elméletében kísérletezett csak, berilliumra alapozta ezt a szabadalmat, és ugye tudjuk, hogy a láncreakció az uránnal működik csak, mert olyan az összetétele. Tehát, de ezután már, amikor ugye az atomkutatások hát nagy sebességgel folynak, ezután már olyan hát szükséglet mutatkozik meg az ezzel a témával foglalkozók iránt, hogy ezek a tudósok, tehát a Magyarországról elszármazottak,
például Amerikába kötnek ki. Most általában a Princetoni Egyetemet szokták említeni, ami New Yorkhoz közel fekszik, és hát én csodálkozó olvastam, a Neumann, meg a Wigner, meg a Teller, mindegyik Princetonba megy először. És miért? Hát azért, mert 1930-ban a Princetoni Egyetemen egy külön intézetet hoz létre a Rockefeller Alapítvány. Most ez egy olyan intézet, ahová egyetemi professzorokat fogadnak, de az egyetemi professzorok státuszától eltérően nekik nem kell tanítani. Tehát csak kutatással foglalkozhatnak, ezért fizeték, ráadásul jól. Úgyhogy 33-34 környékén ez az intézet el is kezdi a működését. És a magyar atomtudósok, akiket ismerünk, nagy része ekkor kerül Amerikába. Neumann János is. Ez időtájt kerül Amerikába, Wigner Jenő is. És Wigner Jenő is a német egyetemekről kerül oda, Tellerede is. Tehát mindegyiknek körülbelül ugyanez az útja, és ott már egymást fogadják. Tehát ez egy olyan dolog, hogy Neumann Jánost, mint matematikust meghívják, mert Neumann valóban nagy a matematikában, és akkor Neumann János értesíti a többieket, hogy itt most egy olyan munkalehetőség van, meg kell próbálni. Rockefeller Alapítvány, ez is ez az útja, így kell megpályázni, és így tovább. Most érdekes az, hogy Neumann János például, aki mondom az elsők között van, hogy Princeton fogadja, Neumann János folyamatosan levelezik egy budapesti professzorral, akit én a tudomány mártírjának nevezek, Ortvai Rudolffal, aki a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem elméleti fizikai tanszékének volt sokáig a vezetője, aztán rektor lett, egyébként Kolozsvárról származik, a Kolozsvári Egyetemen is tanított, és ez az Ortvai professzor, aki nagy tekintély, és 85 beszületett, tehát jóval idősebb Szilárdnál, és Szilárddal is levelezik, és Neumannal is. Neumanntól kérdezi meg, tehát az Ortvai Rudolf professzor levélben, a kezemben volt a levél, hogy lehetne a Princetoni Egyetemre egy ösztöndíjat szerezni a saját maga részére, hogy ő már tudjon egy kicsit kutatni, mert ő az egyetemi oktatásban annyira le van foglalva, hogy a saját kutatásaival nem tud igazán foglalkozni. És akkor Neumann János nagyon kedvesen kezdik kioktatni a levelekben, sok levelet írnak, 28-tól leveleznek egészen 40-ig. Tehát ez került nyilvánosságra, aztán lehet, hogy tovább is, de azt én nem tudom. Tehát elkezdik kioktatni, hogy utána fog nézni, hogy milyen nyomtatvány, meg milyen formában kell ezt megoldani, és aztán elmondja azt is, hogy ha Amerikába akar látogatni, akkor melyik hajóra üljön, mert ő milyen hajó szokott Európába utazni, és hogy ott milyen osztályt válasszon, és melyik járatot. Szóval nagyon kedvesen kioktatja, de Ortvai Rudolf nem kap ösztöndíjat. Nem kap ösztöndíjat. Szóval egyszer jár Amerikába, milyen formában nem tudom, saját költségén vagy meghívják, de tény az, hogy hát az ő álma nem valósul meg. Na most, tehát Szilárd Leóhoz visszatérve, Angliából tehát
Amerikába kerül, és ott a Columbia Egyetemen dolgozik, és ez már az atombomba ideje, tehát a Manhattan program ideje, amikor hát őt nem lehet igazán tudni, hogy milyen formában használják az ő munkáját, mert kutatási engedélyt nem kap laboratóriumba, viszont együttműködik Tellerükkel. Most az, hogy a chicagói atomreaktorban milyen része van, ezt se tudom igazán elmondani. Tény az, hogy ott van a Manhattan programban, ő az, aki magát a Manhattan programot az elvet, tehát hogy Amerika kezdjen el egy atombomba előkészítését, kezdje el egy atombomba előkészítését, ez az ő fejébe született. Mert amikor Amerikába kerül, és 38 decemberébe, ugye Berlinbe sikerül az atommagot feltörni, tehát Amerikában igazán nagy dolgok nem történnek, akkor hirtelen ezek a tudósok, ezek elkezdenek áramlani Amerikába. Úgyhogy 39 tavaszán van egy nagy világkongresszus, fizikus világkongresszus, ahol ismertetik, hogy feltörtük az atommagot, és de ez 38 decemberében volt, 39 márciusában van ez a kongresszus, és 39, tehát egy pár hónap múlva, azaz úgy tudom, hogy júliusban már összeül Wigner, Teller, Szilárd, és felkeresik Einsteint. Mert Einsteint tartják igazán elég hírnevesnek ahhoz, hogy írjanak egy levelet Rooseveltnek. És ebben a levélben, amit Rooseveltnek fogalmaznak, az áll, hogy azonnal külön pénzeket kellene az amerikai atomkutatásra elkülöníteni, mert a németeknek egy-két éven belül atombombájuk lesz. És ebben a levélben röviden össze van foglalva, hogy mi az, hogy atombomba. Mert hát Roosevelt ismeri a legkevésbé, hát ő nem műszaki ember. És akkor elmagyarázzák, hogy hát az egy olyan szörnyű nagy hatású bomba, tehát 39 nyarán, szeptemberben robban ki a háború. Tehát az olyan bomba, hogy egy egész kikötő összes hajóraját, egész hajóraját elpusztítja. Na, itt tart az amerikai atomkutatás. És hát ezután már nagyjából tudjuk, hogy mi történik, az viszont nem nagyon ismert, hogy ennek a levélnek a hatására tényleg elindítja Roosevelt a Manhattan programot, de az égvilágon semmi nem történik tudományos szinten. Igazán atomkutatások 42-ben kezdődnek Amerikában. 42-ben. De ez az egész Manhattan program, ez arra jó, hogy találkoznak a belga királynővel. Hát Szilárd, meg Teller, meg Einstein. De hát miért a belga királynővel? Hát azért, mert folyamatosan, ugye, ahogy a kutatások folynak, rájönnek arra, hogy az atomenergia felszabadításához a legjobb elem az az uránelem. Most az uránelem az a 92-es elem, és ahhoz jutnak el a legkésőbb, de hát urán. Urán, hát hol van urán lelőhely? Hát Európában
valahogy Csehországban tudnak ilyet, mázas kerámiáknál használják, de hát ott kicsi mennyiség fordul elő. Nem tudják, hogy Pécset már ismerik. Bizony. Tehát 36-ban már Pécset tudnak az urán lelőhelyről, de ezt a közvélemény nem tudja. És hát 38-ban már a németek is tudják. Ezt egy földrajzszakos tanár mesélte el, akinek a egyetemi Éva Illata professzora elárulta, hogy ez akkor már ismert volt. Tehát hol van urán? Európában nincs, mondják. Hát de Belgiumban. Hát ott föltalálták, megtaláltak egy uránbányát, Belga Kongóba. Tehát nem Belgiumban, Belga Kongóban, tehát Afrikában. Hát ezért találkoznak a belga királynővel, hogy ezt, amit addig kibányáztak, és hát ott sugároz valahol Afrikában, hogy azt vegyék meg Belgiumtól, és szállítsák New Yorkba. Oda is szállítják, 39-ben, és aztán 42-ig ott a raktárakban ott alszik ez az urán, kitermelt urán, és a 42-ben kezdik hát valóban a kutatásokat. Tehát szóval ilyen döbbenetes dolgokat találok, hogy az, hogy az amerikaiak egy atombombát képesek voltak összeállítani, és hogy micsoda fejlett a tudomány akkor már Amerikában, hát abból semmi nem igaz. Most azt is meg kell itt jegyeznem, hogy azóta, mert erről már tartottunk előadást régen, egy 5-6 évvel ezelőtt az egyik internetes televízióban, de akkor sok mindent ezekből még nem tudtam én se. Azóta megjelent egy könyv Amerikában, egy amatőr kutató, igen, köszönöm, hogy őket idehoztak. Egy amatőr kutató, aki, és nem is tudom melyik évben az első kiadása, valamikor 2000 körül, aki utána járt az amerikai atombomba előkészítésének. Ez a harmadik kiadás 2016. augusztus 1-én jelent meg a korábbiakról. Nem tudom. Igen. Tehát Heydrichnak hívják, és valami gyanúsat talált, műszaki ember volt az atombomba körül, és elkezdett utána járni. És 20 évig kutatta, hát ez azt hiszem a 10 éves kutatásának az eredménye, de még utána is folytatta, német levéltárakban, amerikai levéltárakban, Los Alamos levéltárában, Ukrics levéltárában, ugye ahol folytak az atombomba, meg az urántermelés hát részletei, mert több helyen volt Amerikában, és kiderítette a következőt. És én ezt döbbenetes dolognak tartom, hogy az emberek, tehát a közvélemény nem tud róla. Péter, az egyik ismerős fedezte fel az interneten, a tartalom alapján, hogy mit tartalmaz, és hát Péter lefordította több hónapos munkával. A következő döbbenetes eredményre jutott Heydrich az író, hogy az amerikai két bomba, ugye az egyik az uránbomba volt, a másik a plutóniumbomba, a sovány fiú meg a kövér fiú, tehát tulajdonképpen létre se jöhetett volna, ha Németországból nem szerzik meg azt a dúsított urán készletet, ami akkor már ott föl lett halmozva. És a plutónium bombát nem tudták volna fölrobbantani, hogyha az indító szerkezet leírását, műszaki leírását és a szerkezet részeit nem találják meg azon a hajón, amit lefoglaltak
45 nyarán az Atlanti óceánon az amerikai hadsereg hajóraja, és aztán New Yorkba szállították, és feldolgozták az ott találtakat. A német technikai színvonal legjobb dokumentációját találták ott, és az amerikai uránbombához hiányzó dúsított urán készletet arannyal bélelt hengerekben. Tehát ez csak azért kellett megjegyeznem, hogy mit nem tudunk még. Szóval nem lettek volna képesek az oda csődített, a Los Alamosba felépített hatalmas nagy kutatóváros tagjai és közreműködői nem lettek volna képesek előállítani azt a bombát, amit ők ledobtak a német tudás nélkül. Hát próbáljuk helyre tenni ezeket a dolgokat, és itt most még egy dolgot meg kell jegyeznem. Az, ami Magyarországon történik a háború alatt, meg a háború előtt, ami az atomkutatással kapcsolatos, azt is teljesen át kell írnunk. Mert itt, amikor én a háború végének az eseményeit kutattam, olyan dolgokra találtam, ami elriasztott, tehát szörnyű eseményekre. Mi a hivatalos álláspontunk a magyar atomkutatásokkal kapcsolatban? Ugyan kérem. Hát igazán magyar atomkutatás nem is létezett 45 előtt. Hát egyébként nem is tudtak a pécsi urántványákról, meg aztán hát itt-ott azért egy kicsit úgy piszkálgatták az atomot, de nem, hát csak 45 után. Akkor aztán ugye szállították az uránt a Szovjetunióba. Mert hogy ugye azelőtt olyan rossz minőségű volt, hogy nem is volt érdemes föltárni, de utána vitték a Szovjetunióba. No, tehát mi az, ami itt megint csak csalás, hazugság? Magyarországon komoly atomkutatás volt. A bizonyíték erre az, hogy 1936-ban, amikor Bai Zoltán felköltözik Pestre, és a Tungsramnál vállal munkát, a Tungsramban egyébként sugárzóanyagokkal is kísérleteztek már elő, világítástechnikával foglalkoztak, tehát azzal is kísérleteztek, akkor ő kap a Tungsramban egy külön laboratóriumot, egy atomkutató laboratóriumot. Ez a laboratórium a másik kettőtől, ami az épő gyártásával, meg a kereskedelmi forgalommal volt kapcsolatban, teljesen független volt. És ott ő volt a főnök, és még az igazgató sem szólhatott bele, hogy milyen kutatásokat végez. És akkor, amikor tehát 36-ban ugye fölköltözik, ő felszereli ezt a kutatólaboratóriumot, és 38-ban pedig már a Műegyetemen szerel föl egy atomkutató, atomfizikai intézetet. 38-ban. Tehát, hogyha nincs urán, mert mindig vásárolni kell valahonnan, akkor hogy vállalkozhattak erre? Tehát, és hogy még egy példát hozzak. Említettem Orthvay Rudolf professzort, aki ugyancsak foglalkozik a relativitás elmélettel, atomkutatásokkal, atomszerkezettel. Orthvay Rudolf professzor több helyen tart előadásokat. Például
1937-ben Indiában. Ja, mert akkor is már a tudományos világ az összedolgozott, és voltak meghívott professzorok. És Indiában az előadásában említi, hogy Bai professzor atommag hasítási kísérleteket végez a Tungsgram vállalatnál. 38. decemberében sikerül bebizonyítani Berlinbe Hahnnak és Strassnernek, meg Lise Meitnernek, hogy ott valóban egy atomátalakítás, tehát atommag hasítás történt, de közben már Magyarországon is a Tungsgramban komoly atomkutatás folyik. És ha ezt számba vesszük, akkor kénytelen vagyok azt mondani, hogy azok a tragédiák, amik itt különösen sújtják a tudós társadalmat, azok a tragédiák ennek is lehetnek a következményei. Mert milyen tragédiákról van szó? Itt megint neveket kell mondanom, amiket önök nem ismernek, mert én se ismertem ezek előtt. Tehát a Tungsgram. A Tungsgramnak, mondom, három laboratóriuma volt, a Bai laboratórium különállt, és a Tungsgram igazgatói külfölddel folyamatosan kapcsolatban voltak. 32 országban voltak lerakatai a Tungsgramnak. A világ legnagyobb tehát lámpagyártó vállalata volt, gyára volt. És az igazgatók mindenről tudtak, tehát arról is tudtak, hogy milyen kutatások folynak ugye a különböző laboratóriumokban, és hogy milyen szerződéseik vannak a különböző külföldi vállalatokkal. De most 21-ben kötnek egy olyan Fölbusz nevű szerződést egy német céggel, az Osrammal, egy francia céggel, és a Philips-el, meg a General Electric-kel. Tehát az amerikaiak is benne vannak ebbe a csoportba. Tehát kötnek egy olyan szerződést, hogy a különböző vállalatoknak a laboratóriumai, a találmányaikat, meg az eredményeiket egymással kicserélik. Tehát itt én szerintem ez még most is titkos, mert sehogy nem találtam arra példát, hogy valami ilyenre utaltak volna ebben az időszakban, hogy itt átadták az eredményeket. De hogy titokban ilyen dolgok történhettek, az majdnem biztos. Most a Tungsgramnak a mérnökei és az igazgatói közötti halálesetek voltak azok, amik felhívták az én figyelmemet arra, hogy itt nem arról van szó, hogy háború van és meghalunk. Sokan meghalnak, de hogy öngyilkos legyen. Van egy Telegdi Árpád nevű igazgatója a Tungsgramnak. Tehát az egyik igazgató az Bai Zoltán, akit említettem. Ő sokáig él, 48-ban emigrál, kilopják az országból. Tehát az államosítás előtt ezt szabályosan egy egész szervezet lopja ki. Őt meg a feleségét külön-külön. Bai Zoltán, Telegdi Árpád a másik igazgató. Telegdi Árpád, nem tudjuk, hogy mikor született. Egyszerűen nagyon sok adat hiányzik ezekről a nem ismert mérnökökről és igazgatókról. Tény az, hogy 44 decemberében fölmegy a Tungsgram legmagasabb épületének a tetejére és leveti magát. Egyik igazgató. A másik kutatómérnök, vezető kutatómérnök Dalos György.
Daluth Györgyről már többet hallottunk, ő a rádiótechnikában is, meg a rádiócsövek gyártásában is szerepel. Daluth Györgyöt ugye 44-ben, amikor az orosz hadsereg bezárni készül a gyűrűt Budapest körül, Daluth Györgyöt a többi mérnökkel együtt letartóztatják, és Sopron kőhídára viszik. Sopron kőhídán együtt van a táborban Rajk Lászlóval. És itt ebben a táborban lesz öngyilkos Daluth György 44. decemberében. A Tungsram egyik mérnöke, akiről még azt is tudjuk, hogy letartóztatása előtt, tehát november 20-án van a letartóztatás, 44-ben, hogy letartóztatása előtt titkos találkozókon vesz részt Baj Zoltánnal, Bajcsi Zsilinszky Endrével, Kis János altábornaggyal, aztán Dezső Figyulával, ugye a Magyar Ellenállási Frontnak a vezetőjével, Boldizsár Ivánnal, azt tudjuk, hogy Boldizsár Ivánnal írattak egy levelet, tehát fordították franciára azt a levelet, amit el akarnak juttatni Malinovszky marsalhoz, mert meg akarják nyitni az oroszok előtt a frontot. Tehát egy ilyen társaságban szerepel Daluth György neve és Baj Zoltán neve. Na most ez is egy döbbenetes dolog. Hát mondják a Magyar Felszabadítási Frontról, hogy hát meg akarták menteni Budapestet attól, hogy elfoglalják, meg szétrombolják. Na de mit keres a politikusok között egy Baj Zoltán, meg egy Daluth György? Hát itt valami olyasmi lehet, amit kimondani is döbbenetes. Az oroszok már 1940-től, ez Sztálin parancsa volt, tehát 1940-ben ugye a második világháborúnak, az egész kéntevékenységüknek a gócpontja, tehát az NKVD-nek a legfőbb feladata az atomtitkok megfejtése. Amerikában, az angliai laboratóriumokban, és a legfontosabb európai laboratóriumokban. Tehát az NKVD-t arra nem oktatják, hanem képezik ki a tiszteket, hogy ezeket az atombombával kapcsolatos titkokat hogy tudják eljuttatni az orosz kutatókhoz. És megjelent egy könyv, egy Ábel András nevű ausztráliai magyartól, aki az atombomba kidolgozásáról írta meg a könyvét, és ő név szerint felsorolja, hogy különböző országokban milyen nevű NKVD-s tisztek működtek közre abban, hogy természetesen hamis személyazonossággal, hogy Moszkvában meg az amerikai egyetemekre küldjék az amerikai és az angol laboratóriumoknak az eredményeit. Tehát miközben folyik az atombomba kidolgozása. És vannak olyan kitételek, hogy például egy kanadai laboratóriumból, ahol a kanadai képviselet, tehát a külképviselet tagjai azok, akik megszerzik ezeket az anyagokat, és egy 62 oldalas jelentést juttatnak el Moszkvába például. Tehát tehát döbbenetes, minden egyes angol laboratóriumban ott vannak az NKVD-s tisztek. Tehát van olyan angol kutató, amelyik kétfelé dolgozik.
Szóval azt ne higgyük, hogy ami a szovjet laboratóriumban születik, az orosz tudósok munkája, ami Amerikában az amerikai tudósoké. Egy biztos, hogy ami magyar laboratóriumban születik, az magyar elme eredménye. Tehát hogy kell néznünk és értékelnünk azokat a tényeket, amiket nekünk meghamisítva, meg részleteket kihagyva közölnek, az bizony nagyon figyelemmel kell kísérnünk, és nem szabad elfogadni semmit. Mert itt az a tendencia, hogy azok a kicsik, és főleg mi, mert mi azért a tudományos életben is nagyon az élen jártunk, csak soha nem az kapta az elismerést, aki megdolgozott érte. Tehát én azt hiszem, hogy itt a mi hozzáállásunkon is változtatni kellene, mert egy Bolyai Jánost nem sokra becsültek Erdélyben a hozzá közel állók. Amikor meg kiderült, hogy mit alkotott, akkor egész Európa térdre esett előttem. Szóval nem tudom, hogy mennyit fér bele, nagyon félek, hogy visszaéltem a türelmükkel. Igen. Következőre folytas. Igen. Én is azt hiszem, hogy több már nem fér bele. És talán a Szilárd családnak, meg azoknak a tényeknek az ismertetésével egy kicsit sikerült azt érzékeltetnem, hogy itt nagyon nagy bajok vannak a magyar szellemi életben, és ezen mindenképpen változtatni kell. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük az előadást, és reméljük, hogy tudjuk folytatni. Köszönöm szépen! Szeretettel várjuk!